Az osztrák köztársaság 1955-ben azért nyilvánította önmagát örökösen semlegesnek, mert csak ezzel érhették el, hogy az akkori megszálló hatalmak elhagyják az ország területét, így lehetővé téve, hogy Ausztria is betagolódjon a szabad, független, szuverén nyugat-európai államok sorába, hangzott el az ünnepségen. Minden évben egy ilyen kis ünnepi rendezvényre sor kerül, ahol az osztrák nemzeti ünnep alkalmából, ami igazából október 26-a, megemlékezünk arról, hogy 1955-ben elfogadták az örökös semlegességre vonatkozó törvényt. Ez számunkra itt Kelet-Magyarországon egyébként azért fontos, mert azok a kapcsolatok, amelyek mondjuk a Dunántúlon, főleg annak is a nyugati részén sokkal természetesebben mindig is adottak voltak, Burgenlandhoz, Bécshez kötődően, ezek a kapcsolatok itt Kelet-Magyarországon nem ennyire természetesen adottak. Ezeket inkább segíteni, kezdeményezni kell, ha már létrejöttek, akkor az működésüket is segíteni kell. És hát a konzuli képviseletnek többek között ez is egyik feladata, és egyszerűen tudatosítani kell itt a régiónak a lakosságában, hogy Ausztria van, egy jó szomszédi kapcsolatokról van szó, olyan kapcsolatról van szó, amelynek a ápolásából mi csak profitálni tudunk. Az ünnepségen részt vett az Osztrák Köztársaság Budapesti Nagykövetségének követ tanácsosa, aki sikertörténetként említette a két ország közötti gazdasági kapcsolatot. Johannes Leibetzéder elmondta, mára már 10 milliárd euró nagyságú a két ország közötti kereskedelem összértéke, ami kiegyensúlyozottan mutatkozik meg az export és az import arányában. Hozzátette, reményei szerint a kiegyensúlyozottság hamarosan visszatér a politikai nézetekbe is. Azt kell mondanom, hogy Ausztria szempontjából ezek a legjobb jószomszédi kapcsolatok, és mint minden intenzív partnerkapcsolatban ebben is vannak kiemelkedő magaslatok és mélypontok egyaránt. De azt kell remélnünk, hogy az elmúlt időszakok magas szintű diplomáciai támogatásai hozzájárulnak ahhoz, hogy ezekre a nézetkülönbségekre megoldásokat találjunk. A követ tanácsos az ünnepi megnyitó beszédében megemlítette, fontos számukra a keleti országrész kapcsolatainak fejlesztése, éppen ezért az osztrák utazási irodák éves konferenciáját is Debrecenben tartották, ahonnan Nyíregyháza nevezetességeit is meglátogatták a résztvevők.